Polgármester úrnak, és tisztelettel köszöntöm Vitézi Dávid urát, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját, és kérem, hogy mondja el, hogy ők miért csatlakoznak. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehetek. Ugye a BKK a Fővárosi Önkormányzat komplex közlekedés szervezőjeként közúttért, taxiközlekedésért és persze a tömegközlekedésért felelős szervezeteként ugye felel mindenki közlekedésére, aki itt él a városba, vagy ide rendszeresen ingázik Magyarország más területeiről, nyilván elsősorban az agglomerációból, de nagyon fontos feladatunk az is, hogy a turizmust, Budapest turisztikai vonzerejének növelését segítsük, és a közlekedés szervezésében ehhez hozzájáruljunk. Ezért is csatlakoztunk ez a kezdeményezéshez, és működünk együtt mind a turisztikai államtitkársággal, mind a magyar turizmussal, és természetesen az összes partnerünkkel a fővárosban, a kerületi önkormányzatokkal, illetve természetesen a turisztikai központtal, akik ennek a témának a szakmai gazdái a fővároson belül. A BKK tevékenységében, amit talán leginkább kiemelnék ugye a tömegközlekedésen belül az, hogy a tömegközlekedés ez egy olyan közszolgáltatás szemben nagyon sok mindennel, ami ha bármilyen módon is működik, egy képet ad a városról, egy képet ad arról, hogy ez a város miképpen működik, hogy mi milyenek vagyunk. Nyilvánvalóan a nem tudom, csatornázási közszolgáltatás, vagy a folyóvíz közszolgáltatás az, hogyha működik rendben, az különösebb, hogy mondjam, nyomot nem hagy a turistában, aki ide látogatni, vagy ha nem működik, akkor hagy, de ilyen szerencsére nincsen. De a tömegközlekedésnek minden részlete az, hogy lehet-e tájékozódni, hogy vannak-e angol nyelvű feliratok, hogy el lehet-e menni a tarifarendszeren, hogy kedvesek azok, akik a vendégekhez szólnak a tömegközlekedésben dolgozók közül. Ez nagyon fontos és nagyon mély benyomást hagy. És azért általában a turisták, nyilván van kivétel, de általában a turisták használnak tömegközlekedést, amikor a városban mozognak. Egyre több egyéni turista érkezik Budapestre. Nyilván a fapados repülők térnyerésével ez még inkább fokozódott. Tehát az, hogy a tömegközlekedés vendégbarát legyen, és hozzájáruljon tényleg Budapest turizmusának fejlődéséhez, ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Éppen ezért kezdtük el azt, hogy most már angol nyelvű tájékoztatást minden olyan felületen biztosítunk, ami újonnan létrejön, tehát két nyelvűvé vált a tájékoztatási rendszerünk. Mire ezt az egész óriási rendszeren végigfutatjuk, azért az néhány év lesz, de például a metrórendszerben, a hívállomásokon ezt a folyamatot már elkezdtük, illetve az egyéb tájékoztatások formájában is. Kiadtunk olyan kiadványokat, el is hoztam belőle kettőt, amelyeket a reptéren, illetve több más pontunkon angol nyelven hozzáférhetnek a turisták. Az egyik a kifejezetten a budapesti tömegközlekedés használatáról, jegytípusokról, a tipikus hibákról, hogy átszálláskor kell újabb jegyet lyukasztani, és így tovább. A tájékoztatást, a másik pedig azokról a speciális vonzerőt képviselő közlekedési eszközökről, amik Budapesten önmagában is turisztikai célpontot jelentenek. És ez nagyon fontos, ezt szeretném kiemelni. Van Budapestnek rengeteg olyan közlekedési eszköze, hogy úgy tetszik egy hatalmas közlekedési hagyománya, amelyek önmagukban turisztikai vonzerőt képviselnek, önmagában turisztikai célpontok. A sikló, a libegő, a fogaskerekű vasút és az azáltal elérhető zöld környezet, és természetesen a milleniumi föld alatti vasút, aminek az egyik állomásától ugye néhány lépésre vagyunk. Ezeket önmagában tudjuk használni Budapest turisztikai vonzereinek növeléséhez. Éppen ezért a BKV-n belül létrehoztunk egy olyan turisztikai divíziót, aminek az a feladat, hogy ezeket a közlekedési módokat ne egy melléküzemákként kezelje, amire akkor jut pénz, hogyha már semmi másra nem kell, mert kicsit így voltak kezelve az utóbbi években. A libegőnél ugye mondjuk a táblák azok kb. 30 évesek, és azóta nem lett hozzájuk nyúlva. Tehát, hogy ezen változtassunk, és ezeket a közlekedési eszközöket tényleg Budapest turisztikai kínálatának részévé tegyük, és ezekre szeparáltan külön szerezzünk forrásokat, biztosítsunk forrásokat, és ezeket tartsuk fönn. És ide tartozik a Szentendrei Tömegközlekedési Múzeum is. Ugye Budapest tömegközlekedés az egyik legnagyobb hagyományú a világon, tehát ennek a múltját érdemes megmutatnunk. Amit még kiemelnék a tömegközlekedésen belül az, hogy megnyitottuk az elmúlt hetekben az ügyfélpontokat a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A-2B terminálján, a 2A még ideiglenesen, a 2B-n a végleges helyén. Tehát az érkezési oldalon most már, ha egy turista megérkezik Budapestre, akkor tud kérni információt arról, hogy hogyan is működik ez a budapesti tömegközlekedés, tud kapni egy térképet, egy tájékoztató kiadványt, és az egész jegypalettát, bérletpalettát ott elérheti, tehát egy teljes értékű jegyes bérletpénztár működik, és olyan kollégák dolgoznak a
repülőtéri ügyfélpontokon, akik angol nyelven tudnak tájékoztatást adni. Ez egy nagy változás, ha az ember megérkezik a nemzetközi repülőterére sok-sok nyugat-európai nagyvárosnak, akkor természetes az, hogy tudott egy buszjegyet venni, tud egy térképet kapni, hogy tájékozódjon a városba. Ez eddig Budapesten hiányzott. A turisták a 200 e-busz vezetőjétől kellett, hogy jegyet vegyenek, és forintba kellett fizetniük, mert máshogy nem tudtak elfogadni. Ezen most alaposan változtattunk, és ez már működik ebben. A Budapest Airport segítségét ezúton is szeretném megköszönni. És végül néhány másik közlekedési ágról. Ugye gyakori probléma, és ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell a következő időszakban, a turistabuszok kérdése. Ugye nyilvánvalóan van egy természetszerű és egyébként nagyon sok nagyvárosban jelenlévő érdekütközés a helyben élők, illetve a belváros nem turisztikai céllal használók és az odalátogató turisták érkezését szervező szolgáltatók között. Azt szeretnénk megoldani, hogy a belvárosban a megszűnt, ugye a Bazilikánál és a március 15-e téren megszűnt férőhelyeket vissza tudjuk pótolni. Részben úgy, hogy olyan leszállási pontokat és felszállási pontokat hozzunk létre, ahol csak néhány percre állhatnak meg a turistabuszok közelebb a célpontokhoz, a turisztikailag kiemelt célpontokhoz, és ezektől nem messze létesítsünk olyan parkolókat, részben az Alsórakparton, részben a Városligetinek a bővítésével, illetve részben új helyszíneken, amelyeket még keresünk. Ugye a CET-nél ez már működik, vagy Bálna új nevén mellett már ez működik. Tehát ez a célunk is, ezt a problémát szeretnénk megoldani, illetve ugyanez igaz a hopon-hopof autóbuszokra is, amelyeknek a megállóhely használatának a rendezését és egyáltalán az egész elég rendezetlen piaci környezetnek a valamelyest rendezettebb keretek közé terelését, azt a fővárosi szervezetek közösen, a BTFK-val és a fővárosi rendészeti igazgatósággal közösen végezzük. És végül, amit még kiemelnék a közlekedésben, és nagyon fontos, azt gondolom, Budapest turisztikai megítélése szempontjából, ha már közlekedésről beszélünk, az a taxi közlekedésnek a szabályozása. A fővárosi közgyűlés ugye megalkotta az új taxirendeletet, ami hatályba lépett. Abban bízunk, hogy azt a jelenséget, aminél szerintem kevés károsabb van Budapest turisztikai megítélésében, hogy rendszeresen átverték a külföldinek tűnő turistákat a taxisok, nem mindegyik nyilván, hanem egy szűk kisebbség, aki viszont elég erőteljesen volt jelen a turisztikailag releváns pontokon. Ezt vissza tudjuk szorítani, ez részben a rendelet is szolgálja, de részben az is szolgálja, hogy egy elég nagy létszámú taxi ellenőrzési szolgálatot létrehoztunk. Ilyen korábban a fővárosban bármilyen meglepő nem volt, addig liberalizálták ezt a piacot, míg ellenőrzés sem maradt a végére. És most már azok a taxisok, akik a keleti pályaudvartól a déli pályaudvarig 8000 forintért próbálják elvinni a turistákat, számíthatnak arra, hogy be fogunk ülni hozzájuk, számíthatnak arra, hogy nem feltétlenül fogunk kinézni budapestinek azok a kollégáim, akik oda beülnek, és el fogjuk kapni őket. Már eddig szeptember 1-e óta több mint 100 taxi engedélyt vontunk be, ezt folytatni fogjuk. Tehát véget kell annak vetni, hogy hiénák lejárassák Budapestet, és ezzel lejárassák egyébként azt a sok ezer tisztességes taxist, akik Budapesten ezt a szolgáltatást végzik. Köszönöm szépen a meghívást!